Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mit gondol, mit érez, mit fog tenni? Az első kérdés az volt, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a halál kártyája. Ez jelenthet természetesen halálesetet is a családban, vagy egy örökösödési ügyet is, de ennek a kártyának szimbolikus jelentése is van. Utalhat régi dolgokra, mint például, hogy valaki visszatér a múltból. De a fontos jelentősége ennek a kártyának lezárni valamit. Ez lehet egy munkahelyi változás, lehet egy költözködés, vagy ő lezár egy kapcsolatot, vagy lezárja a múltját, és itt, ahogy a gyermek jelképezi, miután ez megtörtént, lesz egy új irány, lesz egy megújulás, lesz egy új kezdet. A második kérdés úgy hangzott, hogy hogyan érzi magát, mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Hát bizony úgy érzi magát, mint egy király, ott trónol, nagyon magabiztos, figyeli az eseményeket. A kezében ez a bot jelenti a tűz elemét, megvan a lelkesedés, a bátorság, sőt, megvannak a szenvedélyek is, de mielőtt ő lépne, még azért figyelget valamit. A harmadik kérdés úgy hangzott, hogy milyen lépéseket tesz irányodba. Itt a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, vagy valakit, itt rólad van szó, és ez azt jelenti, ő látni akar téged. És a gyermek itt utal ártatlanságra, vagy jelent egy új kezdetet, tehát ő lezár valamit, figyelget téged. Ez lelkesíti őt, megvannak a szenvedélyek, látni akar téged, és lesz köztetek egy új kezdet. Az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt látható a kereszt, ami jelentheti a hitet, hogy ti hisztek ebben a párkapcsolatban, ebben a szerelemben. Ez lehet egy égi segítség is, hogy minden úgy lesz, ahogy a sorsok könyvében, vagy ahogy a csillagokban ez meg van írva. Ez a kereszt jelent találkozást is, hiszen a sors utatok újra kereszteződni fog. Amit ez a kártya még jelent, és kihat mindkettőtökre, elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, és ez jelenti a fontos döntéseket. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.